a legfelháborítóbb számomra, hogy nagyon sokszor a növények, a fák, azok nem olvassák a tankönyveket, hogy mekkorára szabad megnőni. És itt igazából egész egyszerűen döbbenet. Tehát az Elagnus angusti fóliát látjuk, a keskeny lévő ezüstfát, vagy ugye sokan olajfának hiszik helytelenül, de most ez mindegy. Tehát a keskeny lévő ezüstfa, az Elagnus angusti fólia egyszerűen döbbenet. Tehát hogy tényleg nem térek magamhoz, hogy ekkora legyen ez a fa. Ugye ez általában egy ilyen óriási bokor, vagy egy kistermetű fa. A törzse az soha nem nő egyenesen, tehát egy valamit tudunk róla biztosan, hogy soha nem nő egyenesen a törzse, mindig gírbe-gúrba, és tulajdonképpen nő amerre tud. És hát látjuk itt azt, hogy mert mekkora lehet ez most, tessék, itt vagyok mellette, így próbálok itt elkerekezni mellette, csak hogy mégis, hogy nagyjából lássuk. Tehát ide állok így mellé, és hát azt látjuk, hogy hát egyszerűen elveszek ebbe az óriási fának az árnyékába. Tehát ez legalább egy olyan 10-12 méter magas lehet körülbelül ez a fa. Ugye ezt én szoktam a kertészetemben kiszolgálni olyan vásárlókat, akik azt mondják, hogy hát egy telek határa vagy egy tanya határa kell, ahol nem nagyon tudják öntözni, és akkor ezt az Elagnus angusti fóliát, ezt a keskeny levelű ezüstfát, ezt bátran ajánlom. Szóval rendkívül gyorsan növő növény, de a metszőolóval kordában kell tartani. Tehát hogy nem tudjuk kordában tartani, hát akkor ez várható, amit itt látunk. Tehát egy óriási, minden teret kitöltő és kinövő növény, amely rendkívül vitális, minden túlél, és gyakorlatilag mindenféle különösebb gondozás nélkül ilyen hatalmasra tud fejlődni.